Azt kell rólam tudni, hogy egyáltalán nem vagyok szigorú, bár abban hiszek, hogy szükségünk van egy jól kialakított szokásrendre ahhoz, hogy jól tudjunk működni, mondta el televíziónknak Kurucné Disznós Ildikó tanító. Én nagyon szeretem egyébként, hogyha jó hangulatban telnek az órájaink, nem is áll távol tőlem, hogy viccelődjünk a gyerekekkel, és fontosnak tartom, főleg az ő életkori sajátosságuk miatt, hogy mindenképpen része kell az órának lenni annak, hogy jókedvűen, jó hangulatban töltjük el az időt, azon kívül, hogy tanulunk is. A tanítónő a tanórán kívüli tevékenységekre, a tehetséggondozásra is odafigyel. Része az iskolai programunknak a tehetséggondozás. Első-második osztályban a mi rendszerünkben inkább a tehetségígéreteknek a megfigyelése és felkutatása van, aminek majd a harmadik-negyedik osztályban lesz még nagyobb jelentősége, amikor már átadjuk a gyerekeket, akkor már tehetségkörök keretében sokkal célzottan, célirányosan lehet fejleszteni a gyerekeket. Első-második osztályban leginkább mesemondó versenyekre készítjük fel őket, illetve az idei évben már most a Györfi István Általános Iskola által szervezett városi olvasó versenyre is tudjuk a gyerekeket indítani, aminek két része van, egy hangos olvasás és egy szövegértés rész. A tanítónő számára fontos, hogy a szülők is partnerek legyenek, ezzel is segítsék a munkáját. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy már az első pillanattól kezdve egy jó kapcsolatot kialakítsunk a szülőkkel, hiszen feltétele a munkánknak a partnerség, és ezért szoktunk szabadidős programokat is szervezni. Már az előkészítő foglalkozás végén is megszervezünk egy olyan alkalmat, amikor a szülőkkel együtt, a leendő első osztályosaink és a szülők közösen elmegyünk kirándulni, és utána a tanév során is igyekszünk akár ilyen alakuló, meg évzáró alkalmakat tartani, amikor kötetlenebb formában, akár egy szalonnasütés keretében tudunk a szülőkkel együtt egy kis időt eltölteni. A tanítónénik egymás között megbeszélik, ki milyen módszerrel tanít, de járnak tovább képzésekre is, ahol új dolgokat tanulnak a napi munkához. Én azt gondolom, hogy a digitális oktatás során még inkább megerősödött a digitális kompetenciánk, és még mielőtt erre sor került volna, én egyébként is nagyon érdeklődő vagyok ezek felől, az oktatási módszerek felől, úgyhogy volt már olyan, hogy akár a padlórobotokkal, akár más IKT eszközökkel kapcsolatban tartottunk egymásnak a kolléganőkkel bemutatóórát. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó közösségben, munkaközösségben dolgozunk, egy nagyon kooperáló közösség, és inspiráljuk egymást. Ennek jele az is, hogy számtalanszor lehet látni, hogy akár nem csak az évfolyamon tanító kolléganők, hanem az épületben lévő összes többi kolléganővel is karonfogva részt veszünk egy-egy programban. Kurucné Disznós Ildikó vallja, hogy folyamatosan kell tanulnia és képeznie magát. Főleg most már azt látjuk, hogy még nagyobb kihívást jelent ezekkel a gyerekekkel, ebben a digitális és felgyorsult világban élő gyerekekkel való foglalkozás, és igen, föl kell vennünk a tempót velük együtt, igen. Igyekszik megszerettetni az olvasás tanítványaival. Nagyon büszke vagyok arra, hogy pont tegnap volt egy ilyen rendhagyó könyvtári foglalkozásunk. A könyvtárt ugyan most egy kicsit bezárták, de Katika jött hozzánk jó szívvel, és éppen tartott egy foglalkozást a gyerekeknek, ami akár egy könyvtár népszerűsítés is volt, és nagyon büszke volt rá, hogy jó, hát ő ismerős arcokat lát a mi osztályunkból. Nagyon örülök neki, hogy a részévé tudom még tenni. Többek között azzal is, például, hogy reggelente az az óriási nagy adóász a kezünk van, hogy mi a szőnyegre leülve tudunk egy kicsikét beszélgetni, és ezeket a reggeli alkalmakat én mindig kihasználom arra is, hogy mesét olvassak a gyerekeknek, ezért szeretik és kedvelik a meséket és a könyveket is. Az előkészítőn a tanító néniket, az iskolát is megismerik az óvisok, ami könnyebbé teszi az őszi iskola kezdést. Természetesen, amikor a kisovodásaink megérkeznek, akkor ugyan iskolások lesznek, de mi azt nagyon jól tudjuk, hogy óvodásként érkeznek, és a játékosság az előkészítő időszakot nagyon-nagyon kiemelt hangsúlya végig kíséri, de én azt gondolom, hogy egészen az egész alsó tagozatot.
óriási könnyebbséget ad ez az előkészítő időszak. Egyrészt a gyerekek már magabiztosan jönnek be az épületbe, hiszen nagyon járatosak, ismerik azokat a tanítónéniket, akikkel szeptemberben együtt fognak dolgozni, és az a tapasztalatunk az előkészítő alkalmak következményében is, hogy sokkal-sokkal rugalmasabb ez az elindulás, az évelei elindulás. Sokkal kevesebb pityergés van, és már olyan nagyon büszkén jönnek az iskolába.